Itt vagyunk a Vígszínházban. Mindenki nézze meg jól, hogy itt most mit lát, mert ha visszamegyünk az időben, akkor egy nagyon hasonló helyen fogunk újra találkozni. Egy kicsit kisebb. Értelemszerűen nem a Vígszínház lesz az. Ha iskolához lehet kötni az életemet, akkor ez az első állomás. Most az Arany János Általános Iskola, de akkor a 70-es évek elején ez Dr. Molnár Erik Általános Iskola volt. 70-ben költöztünk be Kecskemétre, és egy másik iskolából jöttem át ide, mert ott nem éreztem jól magam, és édesanyám dolgozott ezen. De hát itt kezdődött a röplabdás életem, ami aztán később nagyon sok mindent meghatározott, ami nagyon nagy boldogság volt az életemben. Itt kezdtünk el fehér, pöttyös, piros gumilabdával röplabdázni Beregszászi Szabolcssal, aki testnevelő tanár volt, ami aztán mondom később alapvetően meghatározta a további életemet. És ehhez az iskolához tulajdonképpen csak jó emlék kötődik. Én nagyon boldog voltam, emlékszem rá, minden nyűgével, bajával együtt, de ez egy nagyon fontos kiindulás. A Dunst Ferenc táblája, aki a Katonzsev gimnáziumban volt testnevelő tanárom, meg edzőm, és egy fantasztikus ember volt, nagyon sokat köszönhetünk neki, nem csak köszönhetek, hanem köszönhetünk. Egy egészen tiszta és jó úton indított el bennünket, hogy hogy kell sportemberként cselekedni, miközben minden csibészséget elnézett és megtorolt. És itt vagyunk a sportcsarnokban, ami az életemnek az egyik legfontosabb része. Itt röplabdáztam, méghozzá egy olyan csodálatos csapatban, ami aztán később 83-84, most lehet, a röplabdások agyonvágnának, a magyar röplabda történetének első vidéki bajnok csapata volt, és hát ez egy csodálatos korszak volt nekem, és ezt én örökre hordani fogom magam, és amit a Beregszászi Szabolcstól kaptunk az általános iskolában, az idáig hozott bennünket, és annak a csapatnak ő volt egyébként a vezetőedzője ennek a bajnok csapatnak. És ebben csak az a fantasztikus, hogy ezek a kapcsolatok és ezek a barátságok, ezek a mai napig megvannak. Azt éreztem, hogy a röplabdában azért vannak nálam jobbak, akik majd ebből élhetnek, hogy profi játékosok lesznek. Ezt soha nem mondtam ki, de valahol ez mindig ott volt bennem. És aztán a színház az olyan erős mágnes volt, hogy elvitt. De ez nem volt fájdalmas szakítás nekem. Én ezt egy teljesen normális folyamatnak éltem meg, és amikor tehettem, akkor azért a röplabdát azt soha nem hagytam el, amíg bírtam ezt csinálni. Itt állunk a gimnáziumom udvarában. És ugye voltunk a csarnokban, ahol ott volt a Fici bácsi emléktáblája, és én tudtam, hogy elkészült itt az új tornaterem. Ez nem is tornaterem, ez inkább én tornacsarnoknak nevezném. Örülök, hogy ezt látom kiírva, hogy Dunst Ferenc. És hát innen aztán, nemhogy a gimnázium, ugye itt folytatódott a röplabda is, innen lettem ifjúsági válogatott, itt volt egy fantasztikus tanári kar. A gimnáziumban annyi minden lehet az ember, de itt az első olyan impulzus, amitől a színház felé indultam. Ami műszaki dolog, az én nem lehettem, mert nekem a matematika volt a gyenge pontom. Olyannyira gyenge pontom volt, hogy én itt 5 évet töltöttem a Katonzsev gimnáziumban, mert hogy megbuktam matematikából, harmadikban, bár úgy mondom, amiket megbuktattak. Ez egy fájdalmas része az életnek. De annyi pluszt kaptam, hogy ezt már úgy gondolom, hogy csak hozzá tartozik. Ezért lett a színház tulajdonképpen. A másik része, ami szinte a matematikához kapcsolódik, hogy miért is van ez így, hogy olvastam egy cikket, hogy
a matematikán keresztül el lehet jutni az Istenhez. Nagyon érdekes cikk volt, de és akkor ezt elolvastam, akkor én kétségbe estem, mert mondom, hogy ha a matekon keresztül lehet oda eljutni, akkor én ki vagyok zárva ebből, mert nekem ez egyek pontom. És hogy miért beszélek erről, majd kiukadok oda is, és aztán rájöttem, hogy nincs általam ismert számrendszer, amivel szerintem körül lehet írni a teremtőt, az Istent. Ez egy nem létező okoskodás. És hogyha most az Isten kezében vagy az Isten tenyeréről beszélünk, és a matematikában körül lehetne írni, akkor egy nagyon egyszerű terület számítással ki lehetne számítani, hogy mekkora az Isten tenyere. De én szerintem ez egy matematikai lehetetlenség. És hál' Istennek nem lehet körülírni matekkal szerintem. Mindaz, ami itt történt, hál' Istennek az a sok-sok jó dolog, az a szellemi minőség és empátia és nagy szakmai pedagógus tudás, azt én soha nem fogom elfelejteni, és szerencsére az sem írható körül a matematikával. És ha ezt megértjük, akkor nem kell kerülőutakat csinálni, mert akkor ezt meg lehet érezni. És ide most belépni ugyanolyan örömet okozott ebben a gyönyörű szecessziós épületben, mint amikor a jó napjaimat itt töltöttem. Kecskeméti Katona József Színház, ami mostanra Katona József Nemzeti Színház már. Amikor gimnazista voltam, akkor a színháznak volt egy egészen csodálatos korszaka. Ruszt József volt a főrendezője, azt hiszem, ez a 70-es évek közepe. Édesanyámmal nagyon sokat jártunk ide, fantasztikus előadásokat láttunk, és ez nagyon mélyen belém ivódott. Tehát, ha lehet azt mondani, akkor valahol mélyen itt dőlt el ez a dolog szerintem. Nem akarok színháztörténeti érdekességekbe bonyolódni, de ez Fellner és Helmer, a Vig Színház tulajdonképpen kicsinyített mása, de annyiban gyönyörű ez, hogy nagyon együtt készült a kettő. Hát a Fellner és Helmer irodából sok hasonló dolog kijött, de mondjuk a korszakban ennél jobbat nem is kell csinálni. Fekete Tibor, aki évtizedekig volt a Kecskeméti Katona József Színház vezető színésze, akihez édesanyámon keresztül jutottam el, mert amikor először fölmerült bennem, hogy ezzel kell foglalkozni, akkor ő addig építette, kereste a kapcsolatokat, amíg hozzá jutottunk, és ő hallgatott meg először, és ő hallgatott meg másodszor, és harmadszor, és negyedszer, ő foglalkozott velem. Tulajdonképpen ő indított el azzal, hogy igen, ezt neked csinálnod kell, ebben van mit keresni, ezt ne add föl. Őszintén beszélt velem mindig, soha nem kertelt, nem finomkodott, úgy kezelt, mint egy felnőtt férfit, és úgy kezelt mindig, mint egy potenciális kollégát. És amikor megkaptam a diplomámat, akkor ő ezt úgy is tekintette, hogy azt mondta, hogy na, akkor megérkeztél. Hosszú idő volt, de megérkeztél ebbe a dologba. Nagyon hálásan gondolok rá, és nagyon-nagyon örülök, hogy őt kijelölte nekem a sors. Vagy a Jóisten, ez egy eleve elrendelés volt, azt hiszem, hogy vele kellett találkoznom. Pesti Magyar Színház, amikor én ide jöttem, akkor ez volt a Nemzeti Színház, ez 82-83. De a két sikertelen színművészetes felvételi után felvételiztem a Nemzeti Színház stúdiójába, ahova katona ruhában érkeztem, mert éppen katona voltam, és emlékszem, mikor be kellett volna menni, akkor nem akartam már bemenni. Tehát eljöttem Kecskemétről, hogy felvételizek, és aztán belöktek. És gondolkodtam rajta, hogy mi az, ami egészen máig frissen él bennem. És akkor ez úgy van, hogy találkozás Őze Lajossal. És ez azért érdekes, mert amikor engem ott fönt belöktek a felvételire, egyébként Bodnár Sándor vezette a Nemzeti Stúdiót, aki egy csodálatos pedagógus volt, és köszönöm neki az önbizalmat, amit itt kaptam tőle. És az anyám meg lent várt, és ült ott a padon.
és évadnyitó társulatülés volt, tehát most így ugrom az időben, és az Őze megunta az évadnyitót, és kijött a padra. És szóba elegyedett anyámmal, és kérdezte, hogy valakit vár, és mondta, hogy a fiam majd stúdiós lesz, hogy hívják Sere Zoltán. És akkor az Őze, ez volt ugye évad elején, és az Őze azt mondta, hogy majd ránézek erre a fiúra. Sok-sok idő telt el, nagyon sok hónapok, és én már készültem a felvételére, és egyszer csak az Őze minden átmenet nélkül megállított a felső, és megkérdezte, te vagy a Seres? Mondom, én. Jó, akkor majd meghallgatlak. Akkor találkozzunk itt holnap 3-kor. Én itt voltam 3-kor, Őze sehol, eltelt pár nap, és megint a folyosón, és azt hiszem, elfelejtettem, meg más volt. De találkozzunk holnap, én már nem is bíztam benne. De aztán másnap ott volt. És az öltözőjében eltöltöttem vele másfél órát. Elmondtam 2 verset, de tudva azt, hogy ő hogy mondott mondjuk Adit, és milyen vitákat bonyolított le Adival kapcsolatban a Latinovicsal, szinte megszólalni sem mertem. És aztán egy másfél órás verselés volt, amivel persze ő töltötte ki a több időt, de az volt a dialógusnak a furcsaságos különlegessége, hogy elkezdett verset mondani. Aztán egy másikat, de mind úgy került be a beszélgetésbe, vagy így ebbe az idézőjeles dialógusba, hogy mindegy egy furcsa érzelmi állapotok játéka volt. Egészen furcsa volt, aztán egy idő után, mintha magának is csinálta volna ezt, és élvezte ezt a helyzetet, és élvezte a mi négy szem közti állapotunkat ott az öltözőben, és kifejezetten én a magam állapotára nem emlékszem, de az övére kifejezetten úgy emlékszem, hogy milyen boldogság volt. Volt egy egyszemélyes színház ott másfél órára, de én ott rengeteget kaptam tőle, túl azon természetesen, hogy óriási színésznek tartom. Azzal a biztonsággal mentem harmadjára felvételizni, és akkor sikerült a színművészetire bejutni. Itt vagyunk az Audrey színpad előtt. Én kollégista voltam, ami azért szerintem egy plusz dolog a színművészet is létben. Először nehezen szoktam meg, de aztán örültem neki, mert ez az életünknek egy olyan része, amit azok, akik budapestiek, azok nem tudtak megélni. Nagyon sok jó dolog történt. Egy nagy és furcsa vad szabadság. De közben mindig sokszor eszembe jutott, hogy itt van a tábla. Milyen érdekes, hogy egy templomból vagy imaházból hogy lehet színház. És én sokat gondoltottam. És aztán mégis rájöttem, hogy ez tulajdonképpen milyen egyszerű, mert hiszen ha a színház történetet megnézem, akkor valaha a színház a középkori újjáéledését az a misztérium játékoknak is köszönheti. Úgyhogy majdnem egy normális és természetes folyamatként fogtam föl azt, hogy igen, itt valaha imaház volt, amit egyébként Ravasz László püspök szentelt föl annak idején. És hogy valahogy a történelem természetes állapotában egyszer csak ebből színház lesz. Aztán, hogy ez a folyamat hullámaiban hogy alakul, és hogy újra mivé lesz, vagy mi marad, ez egy másik kérdés. Nagyon-nagyon sok mindent lehet köszönni egy ilyen intézménynek, minden bajával, meg nyűgével együtt. Magát az alkotás lehetőségét, azt meg lehet tanulni. És én azt hiszem, hogy ezt a lehetőséget azt valamennyien megkapjuk. Ki hogy él vele, és ki mit kapott a Jóistentől, mekkora térfogatban tudja ezt, az meg rá van bízva, de ezt a lehetőséget valamennyien megkaptuk szerintem. Szerintem ugyanannyi kínlódással, bánattal, sikertelenséggel, boldogsággal van terhelve mindenki élete. Meg hát elsősorban az, hogy egyáltalán az első olyan nagy dózisban kapott adagok, hogy ez mi is valójában. Persze ki hogy dolgozik és kivel hogy dolgoznak, mik az elvárások. De azért ezek a felfedezések, ezek mindenkit érintenek. Mindenki érkezik 18-19-20 évesen. Ahhoz képest, hogy a színész mesterséget meg kell tanulni túlságosan készen,
sok mindent kell levetkőzni, sok mindent kell megtanulni, és ez nem matematika. ez aztán tényleg nem matematika. Minden, ami körülveszi, az matematika, mert a jelmez az ruha, az anyag, a vas, a fém, minden, a lámpák. Lehet mérni, hogy hány kilowatt fogyott, hány méter, és aztán ami létrejön, az semmi nem az, ami, hanem a költészet, vagy mindegy, minek nevezzük. A töredékét, a szó jó értelmében mondom most, a töredékét lehet itt megtanulni. A többit azt itt nem lehet. De ha ez így van összerakva, és ez tudatosan van összerakva így, így tematizálva, hogy tudd azt, hogy a töredék, persze a töredék nagyon értékes, mert az első három vagy négy a puzzle-ből az itt kerül le, az a kiindulási pont. És ha ezzel a töredékkel tisztában vagyok, akkor nincs mitől tartani. Ezt a csomagot szerintem itt meg lehet kapni, vagy meg lehetett kapni annak idején. Felnőttként keresztelkedtem. Apukám, édesapám református volt, úgyhogy ez nem is volt kérdés. Bogárdi Szabó István keresztelt, és aztán már a fiamat is ő keresztelte, úgyhogy majd a konfirmandus itt fog történni. És úgy látszik, hogy a reformátusoknak meg kell küzdeni a keresztjükért, mert a feleségem, mikor jegyes oktatásra jártunk, akkor ő katolikus, és plébános megkérdezte, hogy akkor ez hogy lesz. És én mondtam, hogy református szeretnék lenni apámokán, és akkor mondta, hogy hát miért a részt választom az egészből, és aztán hosszasan kellett magyarázni, hogy szerintem ez egy elég nagy rész az egészből, ha már itt tartunk, úgyhogy én nem tágítok. De végül is jól tettem, mert kiderült még keresztelkedés előtt, hogy én is nyakas kálvinista vagyok. Ez egy nagyon jó gyülekezet, és én jól tettem, hogy megküzdöttem ezért a dologért. Mindig találok valami mondatot, ami nekem fontos. És én ezt felfedeztem magamnak, és én ezt tartom. És ezeket a jó mondatokat viszonylag sokáig el tudom vinni magammal. Van, amikor másfél-két hétig, van, amikor csak egy hétig, de soha nem mentem el úgy innen, hogy egy mondatot ne tudtam volna elvinni az Isten tisztelet után. És szerintem ez a legfontosabb. A többi meg a többi. Ha ebben békesség van, akkor az jó dolog. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy itt otthonra leltünk. Az én felnőttként keresztelkedésem az valóban az esküvőnk miatt volt. És neki egy hosszú története van, mert nekem el kellett válnom. Annak idején egy templomi esküvő volt csak, de az egy katolikus szertartás volt, és ezt a válási procedúrát ezt végig kellett csinálni. És ez nem volt egyszerű. Meg is viselt egyébként. És amikor ide a Budahegyvidéki, tehát amikor ez szóba került, akkor tulajdonképpen ez mondjuk így, nem hiszek a véletlenekben, tehát ebben is azt mondom, hogy ennek így kellett lennie, ez egy eleve elrendelés volt. Tudtam, hogy ez egy nagyon összetartó gyülekezet a Budahegyvidéki, hogy én hogy fogok ebbe beilleszkedni, hogy milyen lesz a befogadás. Én azt mondom, hogy inkább elindultam ezen az úton, tartok benne ott, ahol tartok, de ha, amit az előbb mondtam, minden alkalommal kapok egy-egy ilyen jó mondatot, amit el lehet vinni, akkor szerintem ez szépen gyűlik. Hogy tudok ennek megfelelni, az egy másik kérdés. De talán a mondatok is hozzásegítenek ahhoz, hogy az ember ennek meg tudjon felelni. Nem egyszerű feladat. A Szent László plébánia azért érdekes, mert ide jártunk jegyes oktatásra, de a feleségem katolikus. Hát én reformátusnak szándékoztam keresztelkedni, de hát ha így van, akkor ide jártunk, itt kellett megküzdenem a reformátusságért. De aztán végül is elfogadták. És hogy ez a vegyes dolog azért is érdekes, és bennem is ez azért volt nyugalom, hogy akkor ide járunk, mert a mi családunk az ebből szempontból így nagyon különös lett, mert apám református, édesanyám evangélikus, a feleségem katolikus,
Úgyhogy nagy történelmi egyházak az, ami családunkban ott vannak. És szerintem ez valahogy rajtam is ott van valószínűleg, ez a nagy szétterültség. És én ezt nagyon jó dolognak tartom. És én kifejezetten szórakoztatónak tartottam a kis hitvitákat itt, hogy miért is akarok én református lenni, meg miért a részt választom az egészből. De aztán végül is ezt megnyugtatóan rendeztük, ezt a konfliktust, és mindenki ment tovább a maga útján. Zentán volt az esküvőnk, a Zenta Jézus Szíve katolikus templomban, ahova akkor először eljött Elemér atya, református lelkész Újvidékről, és ott ketten celebrálták ezt az egészet. Tehát egy ökumenikus esküvő volt Zentán a Jézus Szíve templomban, és ezt azóta is emlegetik, hogy ez volt az első ilyen alkalom, hogy a két nagy egyház találkozott ott Zentán Jézus Szívében, és milyen szépen lebonyolították ezt az esküvőt. Most megint visszaugrottunk a jelenbe, mondjuk így. Marton László volt az osztályfőnököm a színművészeti főiskolán. Ő szerződtetett ide a Végszínházba. Itt kezdtem most már, mint diplomás, gyűjtögetni a töredékeket, a töredékajándékokat. És azért ehhez mindenképpen hozzátartozik a Horvai István és a Kapás Dezső. Végben biztos, hogy egyenes út vezetett ide a Végszínházba, mert a Marton László fejében kéne lennem, visszamen az időbe. De én úgy érzem, hogy ez benne nem volt akkor kérdőjel. Tehát voltak azért egyértelmű jelei ennek, amikor gyakorlaton itt voltunk, hogy mit csináltunk, meg hogy egyáltalán. Tehát lehetett érzékelni, hogy ő föl fogja ajánlani a Végszínházi szerződést. Az, akkor itt voltam a gyakorlattal együtt 7 évig, akkor elmentem. Az nem volt zökkenőmentes, az akkori válás. Akkor ő nagyon megórolt rám. Igen. Azt mondta, hogy ide többet nem valószínű, hogy visszajössz. Aztán persze enyhült. Telt múlt az idő, és enyhült. És akkor vendégként játszottam. Aztán nagyon elment az élet másfelé, tettem egy jó nagy kört vidéki színházakban, akkor újra itt, aztán el, megint itt. Én azt hiszem, hogy szerencsés voltam, én annak mondhatom magam. És ez a filmes munkákra is érvényes. Most ha végig gondolom, hogy kb. 70 tévéjáték, meg film, amiben én dolgozhattam így a 35 év alatt, én azt hiszem, hogy nem panaszkodhatok. A színházban is sok-sok olyan munka volt, és ez most nem csak a Végszínházra érvényes, hanem az összes helyszínre, ahol én megpróbáltam a határokat feszegetni, vagy azt hittem, hogy majd tudom, hogy ott is volt sok olyan munka, amikből tele zsákkal lehetett eljönni. Ami nem fog változni az életemben már, az Sára Sándor, az első nagy mozi, és hát ez fantasztikus volt ővel dolgozni. Nekem ez egy örökre meghatározó, mert a Könyörtelen idők, egy második világháborús történet. Őt hihetetlenül tiszteltem, mint filmrendezőt és mint operatőr természetesen. Meg hát találkozhattam Jancsóval, Mészáros Mártával, a Mak Károlyal, de hát operatőrökkel is Ragály Elemér. És hát a filmekben is van sok olyan, ami nekem örökre megmarad, de hát a nyitóképe ennek a Könyörtelen idők, a záróképe meg a Blokád, ami hát más-más szempontból érdekes. És hogyha visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy innen indulhat ez, mert az élet úgy hozta, hogy nekem erre megadta a lehetőséget, akkor szerintem nagyon szép. És úgy vagyok vele, hogy ha most itt a Blokád, ha ezzel úgy lezárom egy dolog a Blokáddal, hát akkor lezárom.
de az egy olyan különös és furcsa, nem kézzelfogható, nem szó szerinti következmény, vagy zárlat, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, ebben az én filmes dolgomban például, ami előtt nem önszeretetből, de a helyzetért meghajtom a fejem, és azt mondom, hogy ez fantasztikus, hogy így alakult. És ezek azok a színművészet is ajándék töredékek, amik szép lassan ugyanilyen töredékek, de szép lassan valamivé át tudnak alakulni, és azt mondhatja az ember, hogy nem alkalmazott művész voltam valahol, vagy színész, hanem hogy egy alkotó folyamatban vettem részt, amiben a szoborra, a vésővel és a kalapáccsal az első ütést azt én ejthettem meg, és rajtam múlik, hogy mit szedek le.